régebbi kategóriában nem tudott, mert pont mérethatáron volt, és nehezen ugrott volna. Azért több mint 100 páros vette birtokba a győrzelmai focipályát a hétvégén, az egész ország területéről érkeztek versenyzők, akik tudásszint és magasság alapján több kategóriában bizonyíthattak, akik egilitiznek, jól tudják, hogy önmagában sem a kutya, sem pedig a gazdi nem ér semmit, ahhoz, hogy jól teljesítsék a pályát, összehangolt együttműködésre van szükség. Az agility pálya mindig más is más. Sokan azt hiszik, hogy van egy pálya, és mindig azt futják a kutyák. Ez egyáltalán nem így van. Tehát minden pálya más. Az aktuális bíró aznap rakja ki a pályát, amit senki nem ismer, csak a bíró, és erre kapnak a gazdák egy 7-8 percet, hogy megtanulják a pályát. Az akadályok meg vannak számozva, és attól függően, hogy az akadály melyik oldalára vannak a számok rakva, annak arról az oldalról kell megugorni, és nyilvánvaló a feladat az, hogy a szám sorrendnek megfelelő sorrendben kell teljesíteni az összes akadályt, lehetőleg hiba nélkül, és ami nagyon fontos, lehetőleg a leggyorsabban. Nagyjából egy ilyen két év kellett, hozzá egy 2-3 év, amíg azt mondhatom, hogy összeértünk, tehát hogy így tényleg egy csapat lesz a kutyából, meg az emberből, tehát hogy így addig mindenki így tanul, és akkor utána így lesz egy páros, aki már tényleg így a nagyjából így minden rezdülésemet ismeri, tehát hogy így amikor azt gondolom, hogy még időben vagyok, hogy reagáljak mondjuk a pályán, ő már rég olvas a gondolataimban, és csinálja, amit tennie kell, ha jól mutatom, nyilván. Ez nem mindig sikerült, tehát azért sok versenyünk azon úszik el, hogy azért mindig van mit gyakorolni. Az agilityre egyébként bármilyen kutya megtanítható, a fajták között azonban nagy különbségek lehetnek. A maxi kategóriába, ami a legmagasabb kategória, tehát a marmaga nagyság szerinti kategória, ott a border collie az a legtöbb, de van a border collie mellett még nagyon sok a málik is nagyon jó kutyák. A közép kategóriába középuszkárok, a sheltik nagyon jók, a mudik, hogy a magyar fajtáról beszéljünk, a pumik is nagyon jók, és még van jó néhány kategória, vagy fajta, bocsánat, és akkor a mini kategóriába szintén a terrierek, például nagyon jók, a parson kutyusok, a sheltiből a szukák az általában kisebbek szoktak lenni, azok is nagyon jók, és a mini uszkárok, és még számos fajta van, akik szinte kifejezetten nekik találták ki az agility sportot. Futni, kúszni, szlalomozni és ugrani is kellett a kutyusoknak a 15-20 akadályból összeállított pályán. Szerintem jól sikerült, ezt láthattuk. Voltak kisebb hiányosságok, de azon még dolgozunk. Nagyon sokat gyakorolunk, heti két edzés van. Ő alsó méret kategóriás kutya, úgyhogy méret határos kutya, úgyhogy nem lehet túlzásba vinni az edzést. Az edzéseken a gyengeségekre fókuszálunk, a távmunkára gyúrunk, és a pontos irányításra. Az a szép ebben a sportban, hogy soha nincsen az, hogy elértél egy nyilván kitűzölt célokat, de hogy soha nincs vége. Tehát minden pálya tartogat valami újat, valami mást, és mindig más kihívással kell szembesülni, tehát egy folyamatos tanulás nekünk is, meg a kutyának is. Nagyon ügyesen versenyeznek. Az A-Team kupát már 6. alkalommal rendezték meg.